A videó támogatója a Sixt. Amikor megtudtam, hogy a héten egy új Nissan Qashqai-jal fogunk forgatni, hát nem ment annyira fel a pulzusom, de nem is tudtam, hogy néz ki egyébként az új Qashqai, annyira nem néztem utána, és amikor megnéztem, megláttam az új tesztautót, akkor így, hú, ez komolyan néz ki. És beleültem, mentem 10 métert, és rájöttem, hogy hát ez marha jó, és tökre izgatott lettem tőle, hogy kipróbálhatom, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi van. Sziasztok, én Pataki Tamás vagyok, ez itt a Power Slide, és a mai videóban elhoztuk nektek a vadonatúj 2021-es Nissan Qashqai-t. Ez az autó nagyon-nagyon fontos az egész autógyártás történetében tulajdonképpen, mert Magyarországra, de talán Európába is ez hozta meg azt a nagy crossover áttörést, hogyha nagyon csúnyán akarok beszélni, városi crossover áttörést. Úgyhogy nézzük is meg, hogy miért is lett ilyen sikeres ez az autó. Nekem személy szerint nagyon bejön a 2021-es Nissan Qashqai, előről kicsit úgy néz ki, mint a Juke, és hátulról már inkább hasonlít egy új Nissan Qashqai-ra, de hát ízlések és pofonok. Az új Nissan Qashqai-nak talán a legmeghatározóbb eleme ez az új LED Matrix fényszóró, és képzeljétek el, hogy ez az alapkivitelben is benne van, tehát nem kell plusz pénzt fizetnünk, hogy ilyen marha jól nézzen ki az eleje, és mivel úgy néz ki az eleje az autónak, mint egy Nissan Juke, ezért ide írták nekünk, hogy Qashqai, hogy nehogy azt higgyük, hogy ez egy Juke. Nagyon mindenre gondoltam, hiszen profi. A Qashqaihoz, hogyha a 20-as felniket választjuk, akkor több lengőkaros futóművet kapunk hátra, nem a csatolt lengőkarosat. Ez egyszerűen azért van, mert mindenképp szerette volna a Nissan kínálni a 20-szolos kerekeket is az autóhoz, és egyszerűen a csatolt lengőkaros futómű nem férne el hátul az autóban. Ez viszont a 18-as kerék, de talán ez egy fokkal azért jobb a városi használatra, mert nehezebb lesz megpatkázni, mert ilyen marha ballonosak a hátsó kerekek, meg az elsők is nyilván. Sosem gondoltam volna, hogy izgatottá válok egy csomagtartónál, de hát megtörtént. Nézzük meg a Nissan Qashqai csomagtartóját. Először is kinyitjuk a csomagteret, egyébként 504 literes, ami elég nagy. Viszont a Tiguan, ami ugyanez a kategória, annak 615 literes a csomagtartója, ami kicsivel nagyobb, hát ezt figyelembe kell venni. Kettő darab fogantyú van, tehát nem kell átmászni a másik oldalra, hogy ott fogjuk meg, tök jó, ez már alapból nagyon pozitív. És hogyha bent vagyunk a csomagtartóban, vannak ilyen kis rekeszeink, amit így fel tudunk fordítani, és akkor ide be tudjuk rakni a cuccokat, és nem fog minden felborulni, hogyha megyünk az autóval. Úgyhogy ez teljesen jó, és hogyha ezeket teljesen kivesszük, akkor ide be tudjuk rakni a kalaptartót is, ami egészen jó. Nyilván, hogyha van pótkerekünk, akkor ez kicsit problémásabb, és vissza tudjuk helyezni ezeket a kis padlólemez elemeket, és nincsen kalaptartunk, el van tüntetve, és le tudjuk hajtani az üléseket. Mondom, le tudjuk hajtani az üléseket. Ezt most valamiért nem tudjuk lehajtani. Mindegy, gondoljuk azt, hogy most lehajtottam az üléseket, semmi probléma. Itt vannak ilyen kis kampóink, ahova a bevásárlásból érkező szatyrokat fel tudjuk akasztani, és itt van egy 12 voltos kis szivargyújtónk, amivel tudunk dolgokat tölteni. Mondjuk én még sose töltöttem semmit a csomagtartóba, úgyhogy ez kicsit furcsa. Úgyhogy így néz ki a Qashqai csomagtere, szerintem marha jó. Megfejtettük, hogy mi volt a probléma, miért nem tudtuk lehajtani az ülés sort. Azért, mert tele van a forgatásos cuccainkkal hátul a kocsi, ezért nem tudtuk lehajtani az üléseket, de hát én műsorvezetést tanulok, Barni kollega pedig arabot, úgyhogy egyikünk se érti ilyesmikhez, viszont megállapítottuk, hogy majdnem 90 fokba kinyílnak a hátsó ajtók, így nagyon könnyű hátra beszállni, és mondjuk gyerekülést bepakolni, úgyhogy tök jó. Talán a leggyengébb pont az új 2021-es Nissan Qashqai-ban a hátsó üléssor. Hát ez több sebből vérzik, az egyetlen pozitív dolog viszont az, hogy 20 mm-rel több lábterünk van. Hát én 187 centi vagyok körülbelül, és tök jól elférek. Fejterem rengeteg van, és akkor kezdődnek a bajok. Először is, hogyha kinyitjuk itt a könnyéktámaszt, akkor nincs egy ilyen kampunk, amivel ki tudnánk húzni, kicsit nehezebb kinyitni, és ilyen indokolatlanul nagy pohártartók vannak, és csak így kiesnek belőle az üvegek, ez nem annyira jó. És egy ilyen nagy autóban azt várnánk el, hogy a hátsó ablak teljesen lemenjen, viszont nem megy le teljesen, úgyhogy annyira nem kényelmes kikönyökölni a hátsó ablakon az új Qashqaiban. A Nissan a Qashqai gyártásánál felkérte a Namco nevezetű videójáték gyárat, aki egyébként arról híres, hogy ők csinálták a Pac-Man-t, hogy csinálják ők meg a különböző figyelmeztető hangokat a kocsiban, és tényleg ilyen
ilyen pac-manes a hang. Most éppen próbálok csiszolni ilyen figyelmeztető hangokat, és tényleg, tényleg tök jó. Mondjuk ezt most nem tudom, hogy miért csinálom még mindig, mert szerintem elég jól elmagyaráztam, de vicces, tényleg ilyen pac-manes feeling. Egyébként nekem a Qashqai akkor tetszett meg a legjobban, amikor először beleültem. Baromi jó digitális kijelzőnk van, tök jó menürendszerünk, tök sok állásba lehet a digitális kijelzőt állítani, van egy vezeték nélküli töltőpadunk, amiben vannak ilyen kis sínek, hogy ne csusszon el a telefonunk, és tök letisztult az egész, tehát itt van egy normális sima váltókarunk, itt van egy elektromos kézifékünk, meg a módválasztónk, és ennyi, és nem kell több, és minden, például a Toyota, a vetélytársa mondjuk a Nissannak, ők teleraknak minden gombokkal, és két hét megszokni, és ezt meg beszálltam, és egyből tudtam, és ez lenne szerintem a lényeg. Tök jó, tényleg az anyaghasználat, bőrborítási műszerfal, puha anyagok, mindenhova, ahova nyúlok, tényleg jó érzés, nem zörög az autó, a kormány az tök szép, a lepkeváltó füleknek van egy ilyen kis éle, hogy ne csusszon le a kezünk, és tényleg nagyon pozitív a beltere az új Qashqainak, van head-up displayünk, nyilván egy jó felszereltségűt kell venni, mert hogyha mondjuk a legalapabbat veszik, akkor nem kapunk digitális műszerfalat, és ide is csak max. Egy ekkora rádióegységet kapunk, ami tényleg elég alapul néz ki, de nem kell hűde elszállni az extrákkal, hogy már tényleg egy ilyen tök jó belteret kapjunk. Az autóban egy 1,3 literes turbobenzin motor van, az egyik verziója 140 lóerőt tud, a másik 160-at, és hozzátartozik az autóhoz még egy 12 lóerős kisegítő hibrid rendszer is. Nem tudom, hogy ez mennyire lényeges információ egy Qashqai vásárlónak, de a Qashqai a 0-100-as sprintet a 140 lóerős verzióval 10,2 másodperc alatt tudja, a 160 lóerős verzió pedig 9,5 másodperc alatt tudja. A váltásokat egy X-Tronic nevezetű rendszer oldja meg, itt egy nyomatékváltó és egy CVT fokozatmentes váltó kombinációját alkalmazta a Nissan. Ennek az a nagy lényege, hogy tulajdonképpen vannak váltófüleink, és váltunk 7. fokozatig az autóval, de tulajdonképpen ezek csak virtuális fokozatok, ezek a nyomatékváltók úgy tesznek, minthogyha mi tényleg váltanánk, de közben nem. Egyébként szerintem ezt egy kicsit jobban is meg lehetett volna oldani, kicsit forgalomban tudnak akadozni néha a váltók, és nem annyira sima és egyenletes az egész hajtásrendszer, de ez lehet, hogy a hibrid rendszer hozzásegítése miatt is van. Ezen még talán a Nissannak kicsit dolgoznia kell, talán túl okos kicsit a rendszer még ehhez. És még egy adalék a váltóhoz, hogyha a kart lefele meghúzzuk menet közben, akkor ugye átvált sima D-állásba, és hogyha a kart még egyszer meghúzzuk, akkor pedig megjelenik egy S betű, tehát sportban van a váltónk. Ez egy kicsit ilyen Volkswagen DSG-s vonulat, de tök jó ez is. Beszéljünk kicsit a Qashqainak a vezethetőségéről. Az autó egyébként az előző modellhez képest rengeteget fejlődött. Nyilván egy sima utcai autós, tök könnyű kormányzásunk van, nagyon jó fogása van a kormánynak, és egy ilyen nagyon nyugodt, csendes érzés vezetni a Qashqait. A motorban talán egyetlen egy furcsa dolog van, ami a vezethetőség rovására megy, ez az, hogy amikor elindulunk a kocsival, akkor nagyon-nagyon be kell nyomni a gázpedált ahhoz, hogy megmozduljon az autó, és utána ilyen 2000-es fordulat körül, meg egyszer csak amikor megjön a turbó, akkor így belenyom minket az ülésbe, ezért úgy kell elindulni az autóval, hogy lenyomjuk a gázpedált, és utána visszaveszünk belőle nagyon hirtelen, de hogy ez az elején nagyon furcsa, és talán ezzel a 12 voltos rásegítő elektromotorral azért ezt jobban meg lehetett volna oldani szerintem. Észrevettem még egy nagyon érdekes dolgot, amikor vezettem. Ugye van sávelhagyás figyelmeztető rendszer az autóban, meg még nagyon-nagyon sok vezetést segítő rendszer is az autóban, de talán a sávelhagyás figyelő rendszernél az a furcsa dolog volt, hogy amikor kicsit rámentem a fehér vonalra, akkor nem csak remegtette a kormányt, ahogy egy másik autó csinálna normális esetben, hanem lefékezte az autót. Lefékezte, és ugyanúgy mentem át a másik sávba, csak lelettem fékezve, úgyhogy ez kicsit furcsa volt, de a menürendszerben nagyon sok beállítás van ezekhez a vezetéssegítő rendszerekhez, és egy gombnyomással teljesen ki is tudjuk őket kapcsolni. Egyébként a Qashqainak a fékpedál érzete igazán puha és kellemes, tényleg ilyen prémium autós. Talán ebben a kategóriában a Toyotáknak szokott lenni ilyen nagyon hirtelen befogós fékje, amitől nagyon nehéz lesz megszokni a fékpedált, azt is nyilván meg lehet szokni, de ez egyből egy ilyen nagyon kellemes és természetes érzést ad.
nagyon jól manőverezhető az autó szűk helyeken, hogyha megvesszük, van bele 360 fokos kamera, és rettentően jó a felbontása a kameráknak, tehát nagyon jól látjuk a patkákat, tényleg nagyon könnyen lehet manőverezni. Azért ez egy nagy autó, és nagyon jól kilátni belőle, nagyok a tükrök, egyedül talán a hátsó ablak az, ami kicsit kisebb. Az autó motorja ilyen 2000-es fordulattól 5000-ig tud igazi teljesítményt leadni, akkor adja le szerintem a nyomaték csúcsát, de utána, hát hogyha kipróbáljuk, ilyen 6000 körül már csak ilyen üveghangon visít tulajdonképpen, de egyébként tök dinamikus az autó, és autópályán sem idegesítően zúg, tök csöndes, nagyon kellemes. Ebben a Qashqai-ban nagyon sok intelligens extra van, hát figyeljetek, hogy miért mondom ezt. Intelligens sávelhagyási jelzés és beavatkozás, intelligens holtérfigyelés és beavatkozás, intelligens éberségfigyelő rendszer, intelligens ráfutás baleset megelőző rendszer, intelligens vészfékező rendszer. Minden nagyon intelligens, ez kicsit olyan, mintha az extra listán mondjuk odaírnánk a Ferrari motorizációihoz, hogy mindegyik baromi erős és meg fogsz tőlük halni, de nem baj, nagyon intelligens a Qashqai, ennyi a lényeg. Az a helyzet ezzel a Nissan Qashqai-jal, hogy mindent tud, amit egy prémium autó, és fele annyiba kerül. Egy ilyen nagyon jól felextrázott, tényleg fullos Qashqai, 12 millió forint körül van, és már ugye 7 millió forint körüli áron lehet kapni őket alapfelszereltségben. Úgyhogy tényleg, aki prémium felszereltséget akar, és egy magas városi crossover-t jó áron, annak hát csak a Qashqai van. Hogyha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a Powerslide YouTube csatornájára, nyomjátok meg a kis csengő ikont, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!